India miniszterelnökének kezdeményezésére 2014 év végén döntött az Egyesült Nemzetek Szervezete a Joga Világnapjának bevezetéséről. A júniusi dátumot figyelembe véve gyakorlók csoportban vagy akár egyénileg hódoltak a mozgásformának idén is, ezzel népszerűsítve a kezdeményezést. A rendezvény sorozathoz Magyarországról is évről évre egyre több település csatlakozik. Fodor Elvirának köszönhetően 2022-ben először Tata is részese volt az indítványnak, mégpedig egy közös hajnali jogázással, ami a Kastély téren valósult meg. A Joga Világnapját ünnepeljük ma, és azt gondoltam, hogy méltón megemlékezhetünk erről a napról egy különleges hajnali gyakorlással, amit itt terveztem a Kastély téren 4 óra 30-kor, és nagyon kegyes volt velünk az időjárás, mert végül kibújt a gerecse mögül a nap, úgyhogy melengetett minket a sugaraival, úgyhogy és az energiáival is támogatott, úgyhogy rendkívüli volt ez a ma reggeli gyakorlás, én nagyon jól éreztem magam. A Joga Világnapján az egész világon gyakorolnak. Igazából Narendra Modi 2014-ben az ENSZ közgyűlésen tartott a klímaváltozásról egy beszédet, és hát ő azt gondolja, és azt gondolta, hogy az emberek gondolkodásában, hozzáállásában, értékrendjében kell egyfajta változást tenni ahhoz, hogy ezt a klímaváltozás problémáját megoldjuk. És valójában a jóga az pont erre való, az egy olyan transformációt hoz létre az emberek tudatában, egy olyan változást, amivel gyakorlatilag megvalósítható és megoldható ez a probléma. Minek köszönhető a mai napnak a helyszín választása? Hát én azt gondolom, hogy a térségünknek, Komárom-Esztergom megyének a szíve Tata, és hát ez a tér az, ahova ide süt reggel a nap, tehát egész egyszerűen ez volt a helyszín választásának az oka. Ugye mi itt voltunk, meg még mellettünk szerencsére nagyon sok gyakorló is, és hát egy külön hangulatot adott az a kis zenei aláfestés, ami végig kísérte ezt a jó két órát, amiközben ti gyakoroltatok. Mennyire volt tudatos ennek a választás, amit is lehet tudni ennek a különleges hangszerről? Dr. Nitzinger Lászlót kértem meg, hogy handpan játékával színesítse gyakorlatilag ezt az eseményt, és azért erre a hangszer esett a választásom, mert ez a 21. századunk egyik legkülönlegesebb találmánya. 2000-es években Felix Roner és Sabina Scherer kutató munkájának az eredménye ez a hangszer. Ez egy két acélfélgömbből készített hangszer, ami az UFO-hoz nagyon-nagyon hasonlít, és a felső felületén hanggödrök vannak, és a zenész az ujjaival szólaltatja meg a hangszert, tehát ez relaxációk, meditációk és joga gyakorlásoknak egy nagyon-nagyon jó kísérő hangszere. És egyébként maga a hangszer itt a tópartján, víz közelében még különlegesebben szól, úgyhogy ezért választottam ezt a hangszert. Milyen feltétele volt a mai napnak, a mai napra való részvételnek? Nem volt feltétele. Tehát egészen fiatalkortól időskörig nők és férfiak, bárki részt vehetett ezen a gyakorláson. Nem kell, hogy valamiféle jogikus tapasztalása legyen a résztvevőnek, mert hogy itt lehetőség volt arra is, hogy a gyakorlók mentálisan végezzék a gyakorlatot, hogyha nem érezték azt, hogy tovább kell menniük. Tehát semmiféle erőszak nem volt a mai gyakorlásban, csak hagytuk, hogy ez történjen flowban ez a gyakorlás. Nagyjából egy hónapja beszélgettünk, akkor még ugye csak tervekként körvonalazódott a mai nap, most viszont túl vagyunk rajta. Mennyire hozta a kívánt hatást a kezdeményezés? Én azt gondolom, hogy sokan ellátogattak, annak ellenére, hogy most ez volt az első. Én szeretném, hogyha ez egy hagyományteremtő rendezvény lenne, és évről évre ezen a napon visszatérnénk ide a kastélytérre, és gyakorolnánk sokan. Várakozásaimat abszolút felülmúlta, mert hogy közel 30-an részt vettek most ezen a gyakorláson, és én, ahogy az ölelésekből a végén tapasztaltam, mindenki nagyon jól érezte magát. Bizony az a 3 órás kelés, az nagyon korainak mutatkozott, de amikor már itt voltunk és a nap kibújt a gerecse mögül, akkor már szerintem mindannyian éreztük, hogy nagyon jól tettünk, hogy ma fölkeltünk, és eljöttünk ide a kastélytérre gyakorolni és tisztelegni a Joga Világnapján.
és a talpadból told magad a fejed irányát. Törekedj arra, hogy a szecson a függőlegeshez közeledjen. Finoman húzd be a hasad, személemcsontot húzd a köldök irányába. A feszültséget éreznél a derékban, egyszerűen csak engedd, hogy süllyedjen a medence. A feszültséget éreznél a térdben, told a talpakat a talajba. Ha ez nem segít, forgass kifelé a lábfejeket. Nekem 2,5 éve van körülbelül kapcsolatom vele, Elvirával kezdtem, és kedves kolléganőmmel, Ildikóval, akivel majd remélem, hogy pár szót tudtok váltani. Hát nekem maga a csoda, a jóga. Egyfajta kikapcsolódás. Aki nem tudja, hogy ez mi, az mindenki kezdje el, és szerintem mindenkit várunk szeretettel egy év múlva, itt szeretnénk már sokkal többen lenni. Mi az, amit ad neked a jóga, vagy mikor érezted azt, hogy szükséged van valami pluszra a mindennapokban, és mennyire elégítette ki ezt a fajta igényedet? Hát nekem az életem elég rossz irányba fordult, fogalmazhatunk úgy, sok minden történt velem, és amikor erre rátaláltam, akkor ki tudtam kapcsolni, és nagyon-nagyon jól esett, és befelé tudok fordulni, ami szerintem mindenkinek fontos lenne. A mai napra mi is vonzott ide a Kastély térre, és hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem magam. Az elsők között értünk ide, szinte még sötét volt, és természetesen Elvira az ő varázsa, mert ő valami hihetetlen. Mennyire hozta az elvárt élményt, vagy esetleg többet a mai kezdeményezés, és mennyire érzel magadban még erőt arra, hogy mondjuk jövőre is, vagy azután is, tehát, hogy épp preferáld ezt a hajnali ébredést? Most is ezen voltam, azért terjesztettük, illetve terjesztettem a hírt, úgyhogy biztos, hogy jövőre többen leszünk, mert akik itt voltak, szerintem mindenki majd tovább vagy, hogy mennyire fantasztikus volt, és köszönjük a lehetőséget. A kolléganőmmel kezdtük szintén. Másik kolléganővel is, és mi is 2,5-3 éve kezdtük ezt a jogát. Nagyon-nagyon szeretjük, nagyon aranyos, kedves az Elvira, megismertük őt, és annyira vonzott az összes minden cselekedete, beszéde, hangja, tornája, egészségre való invitálásra, hogy nála maradtunk és hozzájárunk. Mennyire érzel változást akár az élet minőségedbe, az élet felfogásodba, mióta ebbe a világba belecsöppentél? Hát nagyon jó hatással van ránk, testileg, lelkileg feltölt, kipihenjük magunkat, a betegségek, a fájdalmak, a gerincsérvtől kezdve, az összes minden, ami fájdalom, az itt megszűnik, és nagyon jól megmozgat mindenféle irányba, és hát megnyugtatja a lelkünket. Úgy megyünk feltöltődve innen el, hogy bármire képesek vagyunk. Mi volt a véleményed, mikor meghallottad, hogy így a jóga világnapjára mit is tervez Elvira? Csodálkoztunk rajta. Először furcsálódtuk egy kicsit, de aztán elsőként, és itt a szabadtéren, a tó mellett, a napfelkeltével, ez fantasztikus volt, és átélni, és elsőként átélni, ez szerintem egy csoda. Miért ajánlanád egyébként a többieknek, hogy részt vegyenek akár jövőre ebbe a kezdeményezésbe, vagy már a mindennapokban egy kicsit előbb is beilleszthetik a jógát? Hát, hogy mindenki átélje ezt a csodát, és hogy mindenki egészséges legyen, és jó legyen ebben a világban mindenkinek. Boldogság, öröm, felszabadulás, és minden, ami ennek a pozitív hatása. A résztvevők indítatása a hajnali gyakorlásra egészen különböző volt. Sokan az élmény, a mozgásforma szeretete, vagy a kezdeményezés eredeti üzenete miatt ragadtak polifómot, azonban akadtak újrakezdők is a megjelentek között. Én nagyon szeretek jógázni, nekem a futás a fő sportom, de amellé kiegészítésként nagyon jó a jóga. És én rengeteget jógáztam, aztán egy sérülés miatt ezt abba hagytam, és egy éves kihagyás után jöttem most el Elvirához erre az órára, és hát mondhatom, hogy így visszahívott, visszavonzott a jógához, úgyhogy folytatni fogom, vagy újra kezdeni. Sokszor szokták mondani, hogy ez az a mozgásforma, ami testre, lélekre mindenképpen hatással van. Ezt mennyire lehet alátámasztani? Abszolút érezhető. Tehát tény, hogy a testet is megerősíti, nyújtja, helyre rakja, és lelkileg is valahogy visszarakja az embert önmagába. Ugye említetted, hogy egy sérülés miatt egy kicsit szünetelt nálad ez a mozgásforma. Ennek ellenére miért érezted úgy, hogy akkor most így ezen a jeles alkalommal ismét elkezded, vagy hát kipróbálod magad újra? Nagyon különlegesnek gondoltam azt, hogy itt az öreg tó partján a felkelő nappal
együtt mozoghatunk, és tényleg különleges volt, ahogy felkelt a nap, és megmelegítette az arcunkat, miközben mi már jógáztunk. Sokan nem is gondolnak, hogy hány órakor kellett felkelni ahhoz, hogy ezt az élményt átélhessétek. Mit érzel most mégis? Fáradtságot, vagy mondjuk egy olyan adrenalin löketet, vagy egy lelki feltöltődést, ami azért végig kísér a napon? Hát az tény, hogy borzasztó volt felkelni olyan korán, és felhúzni az órát olyan korai időpontra, de nagyon, nagyon megérte eljönni, és nem is annyira adrenalin löketnek nevezném, mint egy feltöltődésnek, amit most érzek, úgyhogy klassz napom lesz szerintem. A tatai kezdeményezés sikerére való tekintettel hagyományteremtő szándékkal tekint a jövőre Fodor Elvira, a program szervezője.